A mai sajtótájékoztatónk fő témája a tavalyi évben egyértelművé vált, és lényegében a gazdaság kilátásait jól jellemző beruházásokban bekövetkezett fordulat bemutatása lenne. Lényegében tudjuk jól, hogy a beruházások egy nemzetgazdaság számára nagyon jó indikátorok a gazdaság állapotáról, és Magyarország lényegében a tavalyi évben, mint sok más gazdasági területen is elérkezett a fordulathoz. Egy beruházási fordulat történt Magyarországon, hiszen a korábbi 5-6 éves csökkenés után a tavalyi második negyed évben már 5% körüli, a harmadik negyed évben meg majdnem 2%, tehát majdnem 10%-os bővülés mutatkozott a beruházások területén, nemzetközi szinten, és lényegében ez már csak azért is fontos, mert vannak területek természetesen, ahol csökkent a beruházások mértéke, ilyen például a közműszolgáltatásokkal kapcsolatos, ugye ez bizonyos szempontból érthető, de ezt bőven ellensúlyozta a többi ágazat területén mutatott impozáns növekedés. És ez lényegében nem köszönhető másnak, mint a kormányzat elmúlt 3-4 éves azon irányú tevékenységével, hogy mind a külföldi, mind a hazai vállalkozások számára próbált olyan környezetet teremteni, ahol valóban megéri a beruházás, megéri az innováció. Több olyan intézményt alakított ki a kormányzat, amely ezt a célt volt hivatott szolgálni. Ide tartozik egyébként, és számszerűsíthető eredményeket értünk el a stratégiai együttműködések területén. Ugye a beruházások tekintetében a rendszerváltoztatás óta a külföldi működőtőke meghatározó szerepet tölt be. A bruttó hozzáadott érték 25, a beruházások 27 és a teljes export 70%-át adja a Magyarországon működő megtelepedett vállalatoknak a hozzájárulása. Ezen cégek közül is azok, amelyek Magyarországot termelési központnak, Magyarországot fejlesztési központnak tartják, ezekkel a cégekkel kötött a kormány együttműködési vagy stratégiai együttműködési megállapodást. 39 Magyarországon működő vállalattal kötetett meg eddig, ezen együttműködések keretében 650 milliárd forint új beruházás mutatkozott meg, és több mint 5500 munkahely jött létre. Itt 18 Európán kívüli nagy cég, 21 európai és 9 amerikai nagyvállalattal történt megállapodás. Ezen belül is nagyon fontos, hogy a kormány a kutatásfejlesztés területén is erősítette az együttműködést. A másik ilyen kulcsfontosságú terület a stratégiai megváltások mellett, azok a kormány egyedi döntései bizonyos nagyvállalatok magyarországi beruházásaival kapcsolatban. Ugye ezt EKD-nak hívják ilyen rövidített néven. Itt 13 nagy projekt van a tárgyalás utolsó szakaszában, illetve 19 nagy projektről folyik jelen pillanatban is a tárgyalás. A 13 olyan nagy projekt, ami lényegében a tárgyalás utolsó szakaszában van, több mint 4000 ember számára teremtett új munkahelyet, ez 110 milliárd forint értékben, és ami úgymond még tárgyalás alatt van, az is körülbelül 280 milliárd forint és 6500 ember számára biztosíthat új munkahelyet. Ezek egy része bővítés, másik része pedig zöldmezős beruházás. Ezen ágazatok közül egy külön említést érdemel talán a járműipar, amely a legnagyobb beruházási növekedést tudta az elmúlt időszakban fölmutatni. Szeptemberben 27, októberben 28, novemberben pedig 21%-kal múlta felül a járműgyártás teljesítménye a korábbi időszakot. Magyarországon 712 járműipari vállalat működik, és közel 120 ezer embernek adnak munkát. A teljes magyar GDP-nek egyébként a 10%-át, és a teljes magyar exportnak közel 20%-át a járműipar adja, és a teljes magyar járműipari kapacitás több mint 90%-a egyébként exportra megy. Magyarország nagyságrendileg eléri az évi 4-500 ezer darabos járműgyártási kapacitást, ami már jóval az európai átlag fölött van. De nagyon örvendetes egyébként, bár itt a statisztikai adatok még kevésbé állnak rendelkezésre, hogy ez a bővülés, már ami a beruházások
beruházások tekintetében az elmúlt időszakban tapasztalható. Ez nem kizárólag a nagy nemzetközi cégek számlájára írható, hanem az adatokból, a hitelezés felfutásából, legyen itt szó akár a Széchenyi hitelkártyaprogram, akár az Exim Bank új programjaiból, illetve hát a Nemzeti Bank közel 2000 milliárd forint értékű kifejezetten KKV-nak szóló hiteléről. Tehát ez a bővülés, ez több lábon áll, és ami nagyon fontos, hogy a beruházás megindult hát a másodlagos számítások szerint a hazai kis- és középvállalkozások körében. Tehát azok a korábban fiókban maradt projektek, amelyek a gazdasági válság, a hitelszűke, illetve a belső fogyasztás korábbi visszaesése miatt nem valósultak meg, ezeket a hazai vállalkozások is elővették, és a olcsóbb hitellel, az uniós források nyújtotta támogatásokkal elindult a beruházás a hazai kis- és középvállalkozások között is. Tehát összességében, amikor optimistán nézünk a jövőbe, akkor mondjuk elegendő csak a bizalmi indexekre rátekinteni, ott mind a nemzetközi, mind a hazai vállalkozások további beruházásokat terveznek, egy egészségesebb fejlődésre tud a magyar gazdaság állni, és minden reményünk megvan arra, hogy ez a beruházási fordulat tartós lesz, és tartósan tudja a magyar gazdaságot támogatni.